Hát akkor, ahova ható vagyok, sziasztok! Én arról képül fogok egyébként betenni, ez egy Surface Pro, és azért is hoztam el, mert Magyarországon tudjátok, nem lehet megkapni. Úgyhogy lehet majd nyomogatni itt a szünetben, hogyha valakit érdekel. Bemutatkoznék, Bátorfi Zsolt vagyok, ennél a Microsoft elnevezési cégnél dolgozom, most már egy 15 éve, és egy technológia evangelista vagyok. Mielőtt gyorsan így valaki azt gondolná, hogy valami szektaképviselő lennék, azért mesélnék magamról, hogy az utóbbi 15 évben mivel foglalkoztam, és hát igyekszem egy ilyen T-alakú ember lenni, tehát egyrészt végig kísértem a teljes dotnet evolúciót, meg operációs rendszer evolúciót, magyarországi honosításával foglalkoztam, meg hát nagyon sok design és user experience konzultációban benne vagyok, és ilyen példákat hoztam nektek igazából, ezért top-up-ok az előadásomnak a címe. Meg hát stratégiát is mondunk mindenféle közönségnek, hogy gyorsan kérdezem, ki az, aki közöttek dev, ki az, aki fejlesztő? Okay. Ki az, aki tervez? Design, user experience, és a maradék? Üzlet? Vagy felhasználó? Okay. Én remélem, hogy minél több ilyen télakú ember lesz. Tehát lassan eltűnnek már ezek a kaliberek és a szerepkörök, hogy valaki csak fejlesztő, valaki csak designer. És hát ilyen típus emberekkel dolgozom, köztük veletek is remélem majd egyszer. Ki az, aki appokat publikált tényleg Magyarországon, már erre is kíváncsi lenni? Ki az, aki már mobil appot, bármit, bárhova publikált? Viszonylag kevesen. Én őket támogatom elsősorban a munkámban, és az előadásom az nem magamról szól, hanem inkább néhány top-up projektről szeretnék beszélni. És ezek közé is olyanokat választottam ki, amik ráadásul nemzetközi piacra mentek ki, és szerintem tanulságos a történetük, a megvalósításuk, a dizájnjuk is, meg sok minden aspektus, és esélyem sincs, hogy 5 percben elmondjam azt, hogy hogy készült. Én a saját tapasztalataimat akarom igazából veletek megosztani. Kicsit beszélnék design process ügyekről, mert szerintem kritikus téma Magyarországon, ez a fejlesztő és dizájner együttműködés és a kapcsolódó drámakörök. És hát a tapasztalataimat, amit megéltem, általában egy évben 20 projektet támogatok itt szakmailag, és ezekkel a figurákkal dolgozva tényleg rengeteg tapasztalat összejött, és próbáltam szerintem legérdekesebbeket elmondani. Meg ha már itt vagyok, akkor az evangelizmus nevében a jövőképeket is, hogy mondjam el, néhány hete volt egy BIR nevű konferencia, ahol nagyon masszív dolgokat jelentett be a Microsoft, és ezt a Universal App platform történetet is kicsit bemutatnám nektek. Úgyhogy projektek. Én milyen hiszek abban, hogy az appok azok, akik sikeresek és nagyon jól művelik, azok játékokon túl valami prémium funkcionitás, vagy prémium tartalmat tudnak szolgáltatni. Hát ilyen nekem ez a My History Digest nevű startup brand, akik a Reader's Digest stílusában történelmi tartalmat szolgáltatnak, és hihetetlen technológia van mögötte, felhő backend, GUI-s CMS rendszer, egyedi cikk rendering motor, egészen lemenve a DirectX API-ig, mindjárt mutatnék erre is példákat, és hát a mögötte lévő user experience, illetve design és tipográfia is, és azt hiszem, hogy én eljáró. Ez az alkalmazás egyébként Magyarországon készült, és kérdezzetek el, hogy a Metro Design User Experience Direktornak ez az egyik demo alkalmazása, ahol az autentikusan digitális kategóriában mutatja ezt az alkalmazást. Úgyhogy legyünk szerintem nagyon büszkék, kevesen tudnak erről a projektről. Aztán sok időt eltöltöttem, vagy 5 évet legalább e-book, service, backend, reader experience történetekkel. Két app van kinn a store-on, az egyik a Book App, ezt az Egyesült Államokban az oktatási szegmensben kiválasztották, mint egyedi alkalmazás. És hát a legutóbbi pedig a polgárjogittal dolgoztunk együtt, és csináltunk egy 6 és 12 éveseknek szóló SAP alkalmazást. Megmutatom majd nagyon szívesen, itt nem akarok belemenni a részletekbe. És hát talán még egy app, ami a Windows Store-nak a legsikeresebb alkalmazás, ez a rádión nevű alkalmazás, ahol sikerült egy internet rádióagregátort csinálni, 3-400 ratinget kapott, és 4,8 az átlaga. A tapasztalat, hát a tapasztalatom az, hogy reneszánsz csapatokra van szükség, és ha megfigyelitek azt, hogy egy ideális projektben ezek ilyen 3-5 hónapig szoktak zajlani egyébként, ebben a processben nagyon sok olyan fázis van, ami a fejlesztés megelőzés, ha kimarad szerintem kritikus
problémák jelennek meg. Tehát a user research, interaction sketching fázisokra gondolok. És arról a folyamatról, hogy az ember beviszi egy ilyen design funnelbe a tervet, és folyamatos iterálva, hova tovább a usereket is bevonva szeretném kifinomítani a dizájn. Sok alkalmazás volt az a projekt, ahol képzeltek, hogy rajzfilmesek kézzel rajzoltak minden pixel, és minden képernyő, minden felületi elemmel az gyakorlatilag vektorizálva volt. És hát mondtátok, hogy a Tamás említette, hogy hát miről beszélünk, amikor metro dizájnról beszélünk, hát az a biztos az a dobozós ízécsempés valami. Hát itt ilyen volt az a dizájn, amikor a dizájnerek még nem ismerkedtek meg a metro rendszerrel, és majd megmutatom a futó alkalmazásokat, hogyha érdekel benneteket. És mindenki biztosan, hogy nem csempészünk, nem dobozolunk, hanem a felhasználóimért próbáljuk innoválni. És hát az egyik nagy tapasztalatom szerintem ez a Dream Team. Tehát fejlesztők mellett interakciós tervezők, és nem feltétlenül csak grafikus tervezők vannak, és középen ezt a UI Builder figurát szeretném megemlíteni, mert én azon tapasztaltam, hogy az a nagy drám, amikor a palánkon a dizájnerek átdobogatják a mockupot, és valaki megpróbálja lebuildeni bármiben, tehát CSS-be, XML-be, bármilyen markupba, és ez az iteratív folyamat az elképesztően fájdalmas, és hihetetlen kompetencia ilyen. Tehát a projektekben, amiben dolgozom, ez a szerepkör, ez a UI Build szerepkör, ez a nagy tudás ember, aki dizájn érzékeny, és meg a platform tudás is ott van a fejében, ez elképesztően hiányos. És itt van például a jófogás projektünk, ahol tehát képzeltek el azt, hogy pixel szinten mindenre meg kell mondani ezt, hogy hogyan adaptálódik, hogyan lesz responsív, mert most már Windows eszközöknél nem beszélünk felbontásról, fizikai méretekről, orientációról, teljesen úgymond responsív minden. Ezért mindent ki is kell találni, hogy mi legyen az adaptációs stratégia. És a dolog az még bonyolultabb, mert ahogy említettem, néhány hete bejelentette a cég egy univerzál appoknak a platformján. Gyakorlatilag egyesült a telefon, az operációs rendszer, a kernel, a device driverek, a futtatók, runtime-ok és a fejlesztő eszközök, a telefon, a PC és az Xbox között. Apropó, tudjátok, Xbox is érkezik szeptemberben. Tehát hirtelen most, aki letölt a Visual Studio-t, Update 2-t felteszi, kap egy olyan solution típust, amiben együtt fejleszt telefonra, TV-re, meg PC-re, egyféle fejlesztő környezetben egy opiszettel, és hát nagyon masszív forráskod meg asset osztozással. Úgyhogy próbáljátok ki, ez volt az üzenet az előadásomnak gyakorlatilag, hogy dolgozzunk egy reneszánsz csapatba, és használjátok a legújabb technológiákat. És gyorsan megköszönném ezt a dolgot, amit a háttérben megy, lehet, hogy a következő előadás téma lesz, hogy mivel csináltam ezt az egészet. Ez egy PowerPoint diasor, csak egy SlideRide nevű alkalmazás mutatta be ilyen formában, egy XNA-s, tehát egy DirectX-es C++ natív alkalmazás. SlideRide-nak hívják, és itt a kollega, aki fejlesztett a szintén, szerintem tapsoljuk meg őket. Életemben össze tartottam ilyen előadást. És látszik, hogy Magyarország egyre erősebb a non-lineáris narratív prezentációs technológiában. Úgyhogy a Prezi mellett azt hiszem, hogy itt egy újabb startup, aki komoly sikerre van. Köszönöm a figyelmet neked, aztán gyertek, sörözzünk, hogy nyomogassuk a szörkőt. Kérdés, és akkor támadjatok. Parancsol. Miért csinálja a metro vagy modern, vagy amilyenképpen hívjuk a héten alkalmazást, ahelyett, hogy csinál mint egy web alkalmazást? Mi az a túlszolgáltatás, amit amint lefolyoltam, nyújt egy metro vagy modern alkalmazás, egy full-fledged weboldalhoz képest? Értelek. Tehát az volt a kérdés, hogy mi az, amit nem lehet megcsinálni webben? Illetve én azt is kérdezném, hogy mi az, amit nem lehet megcsinálni desktopos újis alkalmazásban. Rengeteg ilyen funkció van, background taskok, real-time notification, push notification, de leginkább szerintem, ha tudod mi, a touch támogatás, a touch és az adaptálódás az egy nagyon nehéz ütem. Megírhatod HTML5-ben, meg JavaScript-ben, de azért platformneutrálisan egy responsive single page-ot megírni versus egy modern appot a Windows környezetben. Hát teljesen más a produktivitás, meg a sebessége, hogy egy ilyet meg tudsz valósítani. Már ezt nem kértem, de utána itt voltak ilyen túlszolgáltatási akciójuk. Tehát, hogy van hátsom hátnyi. Igen, tehát a felhasználó élményben kérdezett, hogy mik ezek a pluszok. Én szerintem a DRM védett videó streaming, tehát például a YouTube-nak a projektjében ezek a videók, amiket itt
amiket például el tudok nektek indítani, ezek a felhőből jönnek, és ugye ezeket rajzfilmesek rajzolják, és nem csak progresszív dolgokról beszélünk, hanem full HD adaptív streaming, mert DRM-DRM-ből is, de webnek például nincsen technológiája. Lesz majd, ugye beszélünk MTPS-ről, érkezik, csak még nem kialakult igazából. YouTube-ról hallottál már. Progresszív streaming technológia. Igen, csak DRM-védelmet nem kapsz hozzá például. De ahol egyedibből tudod tenni a back-endedet. Igen? Tehát említettem, hogy ez gyerekeknek kész. Igen. De mennyire tartod morálisan elfogadhatónak, hogy a DRM technológiát nem csak hogy említesz, hanem pozitívumként mutatod be egy tech közönség előtt. Tehát nem tudom feltétlenül, hogy nem öltönyös executive-okkal állsz szemben. Igen, igen. Tehát a DRM-et csak lehet, hogy rossz példát hoztam föl. Én magam is egyébként a DRM ellenében is vagyok, tehát például az e-booknál ott ugye kiderült, hogy azért a soft DRM irányba mennek tovább. Tényleg próbáltam arra mondani, hogy vannak olyan üzletigények, meg vannak olyan helyzetek, amikor a webben még nincs hozzá standard, amivel azt meg tudnád jól csinálni, vagy kellően produktívan, vagy úgyhogy gazdaságosan. De egyetértek veled, hogy a DRM, mint koncepció, ez nem feltétlenül egy pozitív dolog. Mondhatnék más példákat is, akkor a adaptív layout rendszer, például a CSS3 grid rendszerek nincsenek a webben szerintem jól még kitalálva, nem létezik. Van már koncepció, de az, hogy responsive single page web appokat csinálni multiplatformosan, nem egyszerű, lehet, de nem egyszerű. Ezen a Bootstrap is, persze. Mindent meg lehet csinálni, csak én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat produktívabban lehet megcsinálni, és vannak olyan dolgok, amiket nem éri meg most ebben a pillanatban megcsinálni. Természetesen meg lehet csinálni platform semlegesen is, és nyílt webes szabványokkal is. Kérdés? Csúnya DRM. Bocsás, nem hallom kérdéset. Kérdésed az volt, hogy lesz volumen a Windows ökoszisztéma mögött igazából. Hát ez a legnagyobb kérdés természetesen. Az egyik, én szerintem a technológia egyesítés, tehát az, hogy hirtelen a univerzál appok azok adják azt a lehetőséget, hogy most már minden Windows-on egyszerre megjelensz egy fejlesztők mögött, hogy ez a sebességet, meg erőt, meg energiát is spórolsz. De szerintem, hogy üzletileg a kulcs ez a low cost, high volume filozófia. Tehát egyszerűen le kell menni a 8-szoros eszközök irányába, és versenyképes, olcsó eszközöket kell gyártani az alsó kategóriában. A felső kategóriában szerintem megős a verseny, ott a Surface-el megindultak, csak ott meg a globalizáció program. Tehát a high-end kategóriában hogy lesz minden piasztér lefedve. Na most ez stratégia természetesen, remélhetőleg ezt Magyarországon is fogjátok érzékelni. Április, illetve május környékén ígérték, hogy azért ezek a 8-szoros eszközök, például a Dell Venue-ról, ezek ide jönnek a magyar piacra is. Én szerintem ez a kulcs, tehát volument kell az alacsony ár és a megközelíthetőségen keresztül biztosítani. A felső kategóriában ott pedig egyszerűen az, hogy a kisebb és nincs piacokat is, mint a keleti piacokat is meg kell támadni, és kell eszköz. Sajnos nincs szörfészni Magyarországon. Még kérdés, vagy nem tudom, mennyi lehet? Még egy kérdés. Nincs. Hogy? Hát akkor átadom a szót a következőről. Köszönöm a figyelmet, és akkor akit érdekel, lehet megmondani az eszközt, amit nem lehet hívni.